Köszöntöm a nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és villámgyorsan mondom, hogy mi minden lesz a mai műsorban. Nos, mit tartogat nekünk a 2019-es esztendő? Mire számíthatunk, mire nem? Avagy ismerjük meg önmagunkat a csillagok állásának segítségével. Itt lesz kisvártatva Kis József Zsolt, asztrológus. Aztán önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Márai Sándor írta ezeket a sorokat, és az idézet szerepel abban a kis regényben, amelynek címe Asszony a neved, a szerző jön Juhász Veronika, aki ezt megelőzően már írt egy másik könyvet is, amelyben börtönben töltött idejéről ír. És jön Galagonya Bohóc, nem vicc kérem, egy hölgy, aki kicsiket, nagyokat egyaránt szórakoztat, majd pedig az is kiderül a magazin végén, hiszen tél van, hideg van, hogy milyen kesztyűt hordtak az ókori görögök és rómaiak, és például miért viselt a 16. században első Erzsébet angol királynő. Kezdjük! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hiszen felelősségteljes munka vár ránk. Leginkább azért, mert ahogy én itt a műsor elején elmondtam, egy picit megpróbáljuk kutogatni, hogy ez a 2019-es év milyen lesz. Na most ezt én nagyon jól tudom, hogy ez nem csak azon múlik, hogy a csillagok állása és az állatöv jegyei, és egyáltalán a bolygók együttállása, és sok minden más befolyásolja azt csak, hogy ránk mi vár. Ebben a szerepben nekünk legalább ugyanannyira oda kell figyelni saját magunkra, mint amennyire megfogadjuk, vagy elfogadjuk, vagy elvetjük éppen az asztrológusnak a tanácsát. Na most én azt olvastam ezzel a Merkur éve, hogy a gyorsaság lesz jellemző erre az esztendőre, és gyorsan kell dönteni. Na most ahhoz, hogy a gyors döntéseket meghozza az ember, akkor azt hiszem, hogy elsősorban önmagunkat kell megismerni, jól gondolom? Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm is a meghívást. Olyannyira elmondtad, hogy mehetünk is haza. Na jó, hát az nem volt szándékom. No, tehát ez tény, hogy mindenki érezhet, hogy egy földgyorsult világban élünk, és te is spirituálisan fogékony ember vagy, és sokan ezt tapasztalhatják, hogy a Földnek is, az egész emberiségnek is van egy szellemi evolúciója, és valóban földgyorsul az idő, ez egy relatív időérzet. Azért röviden elmondom a kötelező szöveget, hogy az asztrológia egy önsors világismereti antropológiai rendszer, ami azt jelenti, hogy ha valaki elmegy egy asztrológushoz, akkor egy önsorsismereti konzultációban vesz részt, nem tanácsadásban. Ez nem helyettesít egy önismereti helyzetet, ha szükséges pszichoterápiát, és természetesen egy vallásgyakorlatot. A prognózis pedig nyilván azt jelenti, hogy előre jelez az asztrológus valamit, de az ember ugye egy tudatos önébredő lény alakítja a sorsát. Ez az előrejelzés arról szól, mindenki a boldogságra, teljességre, egységre, egészségre vágyik, arra van motiválva, hogy mit tapasztalhatunk meg annak érdekében, hogy jobb emberekké váljunk, és adott időszak mire alkalmas vagy kevésbé alkalmas, például januárban Szabadföldre, ezen az éghajlaton nem érdemes paradicsompalántát kiültetni, és nem a planéták, ahogy mondtad, vagy az állócsillagok okoznak bármit is, hanem az ember tudati személyiség folyamatai kölcsönhatásban egymással és a kozmosz külvilág, belvilág folyamataival. Na de akkor ezt nagyon jó, hogy mondtad a prognózist, mert itt tulajdonképpen mielőtt még bárki félreértené, itt nem arról van szó, hogy az asztrológus az jós vagy jósol, hanem akkor ez a prognosztika tartománya inkább. Így van, és ahhoz, hogy tudjunk segíteni egy embernek, ismerni kell a horoszkópját, a személyiség érettségét, a tudat szintjét, de lehet egy adott közösségnek, egy országnak, vagy az egész emberiségnek is, vagy számára mondani dolgokat. Most nyilvánvalóan, amiről szeretnék beszélni és kiemelni, főleg 19-ben és 19-ből kiinduló tendenciákról, ami mindannyiunkra vonatkozik. Itt három nagy témakör van. Az egyik az, ahogy a beszélgetés elején említettük is, hogy mindannyian az egységből jövünk, és az egység felé tartunk, hiszen belegondolunk, a paradicsomi ősegységre vágyunk vissza spirituálisan, vagy az anyával jól megélt, vagy nem jól megélt szimbiózisra. Nagyon fontos lesz ebben az időszakban, hogy jól éljük meg az egységet, spirituális közhely, de igaz, ugye 2000 éves tanítás mennyire valósult meg, hogy a szeretet alapon való egység lenne az igazi. Én egy optimista, idealista ember vagyok, de azt gondolom, hogy realista, és nem biztos, hogy ez a civilizáció már ezt meg tudja valósítani. Azonban az, hogy az emberi értékek alapján történjen az egységesülés, az nagyon fontos lenne. Látjuk, hogy vannak ilyen tendenciák a világban, hogy egységesül a világ. Csak nem mindegy, hogy emberi érték alapon történik ez, vagy pedig manipulatív alapon történik ez. Igen, csak ilyenkor mindenki azt várja, és én azért is szakítalak félbe, hogy ne értsék félre itt a nézők,
hogy nem arról beszélünk mi most elsősorban, hát arról is, hogy 2019-ben milyen gazdasági folyamatok várhatók, vagy milyen időjárás várható, vagy inkább arról, hogy az emberi kapcsolatok, a társas kapcsolatok hogyan alakulnak. Na most ezt azért hozom szóba, mert éppen vagy hallottam egy előadásodban, vagy olvastam tőled egy teljesen képi anyagot, most gondolati képről van szó, amikor azt mondtad, hogy mennyire vagyunk felelősek, vagy nem felelősek a sorsunkért, és akkor te azt mondtad, és te fogod befejezni a gondolatot, hogy tegyünk ki egy hőmérőt az ablakba. Igen, mert hogy a hőmérő az azt mutatja meg, hogy ugye a hőmérséklet éppen hogy áll, de nem a hőmérő okozza azt, hogy hanem az időjárási tényezők, hogy a levegő lehűlt vagy fölmelegedett, és mi vagyunk felelősök a sorsunkért, és arra gondolok pontosan tovább folytatva ezt a gondolatmenetet, hogy nagyon fontos, hogy az egyén magában, a párkapcsolatokban, a családban, a kisebb közösségében tisztázza, hogy is mondjam, ne sodródjék az életbe, tisztázza, hogy neki például mi a szeretet nyelv, a szeretet kód, most nem a Gary Chapman-féle szeretet nyelvre gondolok, igen, hanem arra gondolok, hogy kit gyerekkorban mire szocializáltak, mondjuk arra szocializálták, hogy ha jól teljesítek, akkor szerethető és elfogadható vagyok. Tehát minél inkább, minél nagyobb önismerettel rendelkezem és tisztázom, hogy mit jelent számomra a szeretet, mit jelent számomra az emberi értékek és azoknak a megélése, annál kevésbé leszek egy sodródó ember a világban, annál tudatosabb leszek abban, hogy abban az egységesülési folyamatban, ami elindult a világban, és még inkább el fog indulni, az tulajdonképpen értékalapon történik, vagy nem értékalapon történik, és az én hozzá, hogyan és mivel járulok hozzá, mert nagyon szép és nagyon fontos dolog az, hogy például egymás kultúráját megismerjük, hogy egymás népek, egymás szocializációját megismerjék, és elfogadjuk egymást, de hogyha ez nem emberi értékalapon történik, hanem inkább az egységet, bizonyos áciákat, izmusokat, ideológiákat arra használunk föl, hogy tulajdonképpen kizsákmányoljuk egymást, kizsákmányoljuk a környezetünket az egység nevében, akkor az nem egység lesz, hanem káosz. Erre kell nagyon-nagyon vigyázni, ezt kell nagyon tisztázni szerintem egyén és közösségi szinten, és ez az egyik lecke vagy felébredési lehetőség a következő időszakban. Na most tulajdonképpen én azért is hoztam ezt szóba, hogy mondd el ezt a bizonyos hőmérő hasonlatot, mert és a felelősségvállalást, mert hogyha most itt azért is mondtam, hogy a Merkur éve 2019, és akkor ezt látják a csillagok, és akkor valakinek elkészül a horoszkópja, és akkor nem tudom milyen jegyben született, és akkor megnézi, és vagy elfogadja, vagy nem, vagy ha sikerül, akkor azt mondja, hú, igen, a csillagok. Ha nem sikerül, vagy önmagával nem tud elszámolni, akkor ráfogja mondjuk a Merkurra vagy a Marsra, hogy igen, ott rontotta el, igen, a dolgot, ez egy, és nem én. Ez egy felelősséghárítás, egy felelősséghárítás, hiszen még egyszer mondom, a planéták, ugye Aquarius Szent Tamás írja, tanítja, hogy a bölcs uralkodik a csillagain, ez mit jelent? Hogy ezek a planéták valójában az én személyiség hajlamaimat jelentik, az akarati, tudatos, tudattalan, ösztönös érzelmi folyamataimat, mentális folyamataimat, és itt jön az önismeret, hogy azért én vagyok felelős. A másik, ha már a felelősség, a következő nagy témakör, amiben kapjuk a tanítást és a lehetőséget, különösen az első fél évben még, az a szabadság kérdésének a helyretétel. Az egyén szabadsága kontra a közösség. Az első fél évben most 2019-ről beszélek. Erre még van időnk. Látjuk, hogy nagyon sok félreértés van, csiszolódás van, vita, diskurzus van a világban, hogy mi a szabadság és mi nem. Itt megint arról beszélhetünk, ugye szabadság szereleme kettő kell nekem, hogyha kicsit ezt tovább vihetem a költő után, a szerelemnek a magasabb foka valójában az isteni szeretet, szabadság szeretet az embernek egy alapvető természete, és itt azt kell szerintem tisztáznunk egyéni szinten, és a világban is akkor tisztázódik, hogy a szabadság az nem elsősorban kívül van, tehát ami azt jelenti, hogy ad egy relatív szabadságot, ha van pénzem, ha vannak emberi kapcsolataim, vannak képességeim, de ezzel egyben függőségeket is létrehozok. Persze. És a valódi szabadság, hogy a tudat szabadsága, ha a hajlamaimat tudom uralni, ha megismerem magam, és ebből következik egy nagyon fontos dolog, hogy a szabadság az nem szabadosság. Tehát ha van egy éretlen vagy önismeret nélküli ego, vagy egyáltalán egy ego, az nem biztos, hogy megtehet akármit, hiszen van isteni rend, természetrendje, spirituális törvények, amiben mi is működünk, én magam is, a te személyiséged, a másiké, a biológiai rendszerek. Szoktam mondani viccesen a tanítványaimnak, hogy ki lehet menni a parlament elé, le a gravitációval feliratott táblákkal tüntetni. Valószínűleg az egy gauss gravitáció nem fog megváltozni ettől a Kossuth téren. Na most kettőt kérdezek, először az egyiket,
illetve az első az, hogy azt mondtad, hogy az első fél év 2019. Különösen. És a második fél év? Hát a második fél év, igen, az pedig a harmadik téma, hogy az ember egy önébredő lény, azzal is kezdtük, és nagyon-nagyon fontos a belső változás, idegen szóval transformáció. Uh-huh. Ami annyit jelent, hogy nagyon fontos megint, hogy ezt az egyén fogja meg, hiszen a közösség mindig olyan lesz, ami az egyén tudatállapota, például olyan vezetőket termelünk ki a világban, uh-huh. amilyen tudatrezgésen van a nép vagy a közösség. De ez mindenkire vonatkozik. Mindenkire, az egész földre vonatkozik, bármely országban, bármely uh-huh. közösségre, ez csoportdinamika. Igen. És ami a közösség tudatában, pontosabban tudattalanjában el van folytva, uh-huh. akkor az nyilván megjelenik. Magyarán, hogyha én felelősséget vállalok az árnyékvilágomért, amit egyáltalán hajlandó vagyok azt megismerni, mert csak úgy tudok felelősséget vállalni, az öntudatlan mechanizmusaimért lehatolni a gyökerekig, akkor kevésbé válok függővé, és kevésbé tartok függésben embereket. És látjuk, hogy ez nagyon nagy probléma a világban, hogyha kitermelünk, hogy is mondjam, olyan vezetőket, vagy olyan vezető réteget, egyébként ez a Plutóhoz tartozik, a Skorpió analógia, és a politológiában van egy ilyen kifejezés a történelemben, hogy plutokrácia. Nagyon jól tudjuk, hogy a Földön most vannak olyan folyamatok, hogy bizonyos tudat és érdekcsoportok eléggé befolyásolják a politikát, a gazdaságot, sajnos nem felébredt módon, tehát nem üdvös módon. Lehetne mutogatni ezekre az emberekre, de ezeknek az embereknek is van szocializációja, volt édesanyjuk, stb. Tehát magyarán, ha fölismerjük magunkban ezeket a hajlamokat, mint például bírvágy, mint például gőg, mint például szeretetlenség, önelfogadás hiánya, aminél fogva mi többet akarunk fogyasztani, mint ami jár. Más embereket ki akarunk zsákmányolni, vagy a környezetet. Így tudjuk elejét venni annak a folyamatnak, és most így visszatérek arra, hogy az év utolsó negyedében sajnos vannak olyan konstellációk, amik utalhatnak komolyabb gazdasági, társadalmi problémákra, akár háborús helyzetekre, környezeti katasztrófákra, és meg kell most tudnia fogni az emberiségnek ezt a sötét árnyékát, hogy így mondjam, mert egyébként ennek a civilizációnak a léte most már nagyon megkérdőjeleződik, és ez a folyamat egyre markánsabbá válhat ebben az évben. Igen, tehát egy fölébresztő esztendő lesz. Ez ébresztő, igen. Egyébként más műsorban, hát a nézők tudják, és te is ismered, a Hihetetlen magazinban szoktunk hasonló dolgokról beszélni. De itt most nem arra akarok én kilukadni, hanem mondtam, hogy kettőt. A második pedig, hogy amit említettél, a spirituális hozzáállást, érzékenységet, stb. Mi van akkor, hogyha valaki nem ilyen? És ez semmi köze, és hát semmilyen gondolkodás azt gondolom, hogy és a spiritualitást nem, hogy nem fogadja el, nem érdekli. Eszembe jutnak akkor ilyen dolgok, ember? Egyrészt, hogy a szükség nagy úr, másrészt pedig pszichológiai kifejezéssel élve, ugye én asztrológiát tanítok, de mellette terápiás módszerekbe képződtem, személyiségfejlesztő módszerekbe használom ezeket. Igen. Illetve a másoddiplomámat is most segítőhivatásból csinálom, és az a helyzet, hogy van egy ilyen, hogy kinyomás. A pszichológia ezt használja. Ha elég kinyomás van, akkor az ember hajlandó változni, és nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert még van egy fontos üzenete, hogy azért lehet látni, hogy nagyon sok ember spirituálisan fölébred, és egy gazdasági kifejezéssel élve nyílik az olló. Igen. Nagyon sok ember meg nagyon az ateizmusban van. Uh-huh. És ami fönt lent, ami lent fönt, bizonyos értelemben a világ valódi vezető rétegeiben is megmutatkozik ez, hogy ott is elindul egy hasadás. Én azt láttam, hogy szerencsére már azok, akik a világot nagy mértékben tudják befolyásolni, részint kezdenek fölébredni. Igen. Ez egy nagyon komoly polarizáció, és nagyon komoly konfliktusok lesznek még ebből, ami szerintem egy szükségszerű feltisztulás, és egyben a világgazdaság vagy a világpolitika rajzolatát is ezt meg fogja határozni. Na most így a vége felé azért még egy, mert ugye Merkur éve, de a kínai horoszkóp szerint pedig a földi disznó éve, ami majd február 4-én kezdődik, azt hiszem. És említetted az előbb, hogy horoszkóp készítés. Például köszönő viszonyban van az a fajta horoszkóp készítés, ami nálunk, és az a fajta, ami a kínai horoszkópokat jellemzi, mert hát ott más, ott van a víz, fa, tűz, fém, föld, az öt elem, és akkor ehhez kapcsolódnak bizonyos előrejelzések. Szóval a két készítés az nekem az a tapasztalatom, nekem a védikus rendszerrel is megcsinálták Indiába, Hongkongba, kínaival, többféle rendszerben. Tulajdonképpen az asztrológus egy égi tolmás, bizonyos értelemben egy médium,
más jelrendszerből olvas, de tulajdonképpen, ha hiteles és fölkapcsolódik, akkor az a tapasztalatom, hogy ugyanaz a végeredmény. Az egy más kérdés, hogy ezek több ezer éves ősi kultúrák, amik inkább befelé haladtak, és a nyugati ember ezt kicsit másképp tudja interpretálni. Ezzel olykor érdemes vigyázni, most mondok gyorsan egy házszámot, hogy a védikus kultúrában, a hindu kultúrában például a családnak és a párkapcsolatoknak olyan komoly szentsége van, ami sajnos nyugaton már kikopott. Igen. És hogyha valaki egy párkapcsolatról beszél, hindu asztrológus Jyotishi erről, egy nyugati embernek nem nagyon tetszik például az, hogy mit jelent a hűség és elkötelezettség. Igen. Akkor én az előbb említettem, amikor a hőmérő hasonlatot mondtam, és egy másik dolog, amit itt tényleg, mert hogy azért elszaladt az időnk, szeretném, ha elmondanád, azt mondtad, és éppen a horoszkóp készítésre és az asztrológiával kapcsolatban, hogy itt tulajdonképpen analógiák elve alapján vonatkoztatási rendszerről van szó. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, mint mondtam, a planéták, a bolygók nem okoznak semmit. A kozmosz az egy egység, tehát mondok erre egy példát, mi az analógia. Ugyanaz a tudomány, ugyanazon relációban, viszonyrendszerben keringenek a nap körül a planéták, az a nagy kozmosz, mint a kis kozmoszban az atomok körül az elektronok. Igen. És így tovább. Annak idején Hermész Trismegisztos, ugye hermetikának a gyökérgúró, hogy így fogalmazott, hogy amint fent, úgy lent. Tehát tudnék mondani számtalan tudományos, irodalmi, művészeti, vagy éppenséges, spirituális példát, ami erről szól. Egyébként Jung szinkronicitása is részben ezzel foglalkozott, és szerintem Jung a szinkronicitásával a szinkronikusság elvét, hogy is mondjam, kezdte el föltárni, csak nem fejezte be, de valójában minden összefügg, igen. Ha már az Jyotishit említetted, ez egy indiai mondás. Jó, hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy lesz, amit elmondtál, és főleg azt is, hogy nagyjából kissé világosabban látjuk azt, hogy 2019-ben az első fél év, vagy a második, vagy az utolsó negyed évben mi válható, és úgy viccesen azt szoktam mondani az egyik ismerősöm, aki úgy amatőr módon néha horoszkópot is készít, de csak saját szórakoztatására, hogy egyébként amatőr csillagász volt, de te is voltál az annak idején. Így van, jól emlékszem. Hogy a páratlan évek mindig jobbak nálunk, hát szóval zárjuk ezzel a beszélgetést. Hogy... Igen, hát a numerológia, a számmisztika is egy tudomány. Valahol a dolgok összekapcsolódnak, összevágnak, hiszen minden egy, ahogy szoktam mondani magyar, mind egy. Köszönöm. Én is köszönöm a beszélgetést. Engedelmével, Veronika, köszönöm szépen, hogy eljött először is. Kezdjük egy idézettel, itt az egyik könyvéből. Ennek a könyvnek az a címe, hogy Asszony a neved, aztán majd mindjárt rátérünk, hogy miről is szól. Azt mondja, hogy önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Márai Sándor idézet van a könyvben, és azt hiszem, ez a legfélelmetesebb felfedezés, és az önmagunk megismerése, ez tényleg nagyon-nagyon fontos, és ezt azért mondom, mert hát Veronikának volt ideje erre a bizonyos önismeretre, és elgondolkozni az élet szörnyűségein és vidámságain is, mint ahogy a másik könyv, ami korábban született, ez a bizonyos Kifelé a sötétségből is bizonyítja. Na most, mielőtt még a tartalomra kérdeznék, magyarázzuk el a címet, ez a Kifelé a sötétségből mit jelent, vagy miért született? Hát találónak találtam a velem történt események összefoglalására. Van benne valamilyen optimizmus is, meg maga a sötétség az viszonylag pesszimizmust jelent, de azt mutatja, hogy ki lehet jönni a sötétségből. Mivel a könyv tartalma, ha majd rátérünk, ugye teljes mértékben egy sötét időszakot idéz fel az én életemben. Ez a sötét időszak, nevezzük néven a gyereket, tulajdonképpen börtönt jelent. Igen. És majd kiderül az is, hogy a közgazdász hölgyből miért lett író. Hát nyilvánvalóan meg kellett örökíteni mindazt, ami a börtönben, meg az a körüli dolgokkal történt, de... egészen röviden, mi volt ez a bizonyos dolog, ez 2008-at írunk, hogyha jól tudom, amikor hirtelenjében Veronikát alaptalanul meggyanúsították, elvezették, előzetes fogság, és aztán a börtön. Mi történt?
Hát az előzetes letartóztatás egyenlő a börtönnel, persze, tehát előzetes letartóztatásban voltam. Hát azt tudom mondani, hogy az én életem 54 éves koromig egy kis csoda sikertörténet volt. Közgazdászként egy nagyvállalatnál igazgatói pozíciót töltöttem be, halmoztam a sikereket, gazdasági eredményeket, híres voltam, nemzetközi szinten is ismertek, Brüsszelbe jártam, képviseltem az országot, csak történt egy kis malőr annál a cégnél, ahol új tulajdonos jött, aki mással akarta folytatni a üzleti sikereinek a halmozását. Utcára kerültem, és felkeresett egy másik cég, ott elfogadtam az ajánlatot, és ott is ügyvezető lettem, de nem tetszett, egyáltalán nem tetszett, mert én sokkal pörgőbb, egész életemben mindig sokkal nagyobb feladatokat végeztem el, itt nem elégített ez ki, és kerestem új munkát, de hát 54, 55, 56 évesen nehéz találni, és akkor elhatároztam, hogy beadom az előnyugdíjazási kérelmemet, és így próbálkozok keresni sokkal jobb munkát. De hát erre már nem került sor, mert egy szép napon, november 4-ét írtunk, reggeli 7 órakor zörögtek az ajtómon, 3 fiatal nyomozó letartóztattak. Szörnyű. Egy szót se szóltak, szörnyű, csak gyerünk. Szörnyű vádakkal, de hát megmutatták, hogy nyilvánvaló ilyenkor a letartóztatási parancs. Na jó, az odáig rendben egy határozat, van. És elolvashattam azokat az őrültségeket, ami oda volt írva. Ilyet ugye az ember filmbe lát, és nem gondolja, hogy ez vele megtörténhet, hiszen tudja, hogy nem tett semmi olyat, ami törvénybe ütköző, de hát a sötétséget az mutatja, hogy hiába az én fejembe világosság volt, akik körülöttem voltak, úgy látszik, ezt nem látták, nem akarták, nem tudták, félre voltak vezetve, nem tudom, de letartóztattak, és börtönbe kerültem. Na most, miután a könyvet én is végiglapoztam természetesen, meg utána néztem a dolgoknak, börtönbe méghozzá 7 évig, na most 7 év. Nem, 7, nem, nem. Na. 7 év az nem, az sem, nem, ugye? Hogy is nem. 2008. november 4-től 2009. május 5-ig voltam börtönben. Na, de én ezt azért mondtam így félig, meddig nem akarok tréfálkozni, mert ez a börtön időszak szerintem megfelelt. Pontosan. Hát igen, ezért akkor így, mondtam, így elfogadom. Így, azért mondom, én szánt szándékkal mondtam a 7-es számot, mert szóval azt hiszem, hogy ezeket a börtönben töltött napokat vagy hónapokat nyugodtan meg lehet szólozni, akár 6-tal, akár 7-tel, akár 8-tal. Na most ez a bizonyos börtönben töltött idő, a börtön viszonyokra gondolok most, ez szóval milyen volt? Hát kegyetlen, ha egy szóval mondhatom, még szörnyűbb, ha még több szóval mondhatom, de pláne olyannak szörnyű, aki nem követett el semmit. Igen. Tehát nyilvánvaló a börtönben lévő rengeteg fogoly, az tényleg rengeteg, ugye, mert a börtönök túlzsúfoltak. Én nekem is 2 négyzetméter jutott. Hányan voltak egyszer? 10 voltunk egy 20 négyzetméteresben, emeletes ágyon, szörnyű körülmények között. De ők tudják, hogy valamiből ki kell mászniuk, igen, valamit csináltak, valamilyen bűnhődésük, büntetésük lesz, és ők azzal törődnek, hogy ez a büntetés a leggyorsabban, a legrövidebb legyen. De én tudtam, hogy semmit nem csináltam, és azt nem értettem, hogy ezt hogy nem látták. De én ezt most azért is kérdeztem a viszonyokat, mert ha 10 vannak egy cellában, akkor nem mindegy, hogy a szószoros értelmével kivel van összezárva az ember, mert lehet ott, most senkit nem akarok bántani, pláne ismeretlenül, de ott lehet gazdasági bűncselekmény is, meg lehet gyilkos is, szóval minden. Hát én vegyes hölgyekkel kerültem egy zárkába. Az első időszak az szörnyű volt, mert ugye nagyon nehezen fogadtak be minden újat, pláne én már a csúcs voltam, mert a 10-nek érkeztem. Akkor kívülről tehát is bántás, és belül is bántás. Igen, belül is próbálkoztak velem, tehát meg kellett felelnem az ottani körülményeknek, meg kellett barátkoznom azzal, hogy kikkel vagyok együtt. Hát mivel kiderült, 3 gyilkos és 3 olyan köztörvényes bűnöző is volt. Például az egyikük az én ágytársam volt, aki mellettem feküdt, és amikor én voltam rosszul,
elájultam, akkor ő simogatott engem, próbált segíteni, de én akkor még nem tudtam, hogy ő mit követett el. Persze. Ugye bent a börtönben nem beszélnek a letartóztatottak arról, hogy ők mit követtek el, nyilvánvaló ezt hátra hagyják, fedezze fel a nyomozóhatóság. De azt mondta, hogy optimizmus is volt néha. Most ezt azért mondom, mert olvastam, hogy tulajdonképpen az volt talán az egyetlen jó dolog, hogy egy nem dohányzó cellába került. Igen, szóval... ez volt az egyetlen jó dolog, mert szörnyű volt. A szabadság megvonás a legszörnyűbb dolog. Ilyenkor tudja meg az ember, mi az, hogy a szabadság megvonás. Nem mehetsz ki, nem nézhetsz ki, nem csinálhatsz semmit, nincs telefon, nincs rádió, a televízió be volt állítva egy műsorra, ahhoz hozzányúlni nem lehetett, a villanyt nem te oltod le, föl, le, és ugye a többi hölgy, aki ott volt, különböző igényű, hát különböző világos. Korú, hát nehéz volt velük megbarátkozni, de a negyedik hónap elteltével már viszonylag tiszteletet Igen, és ez sajnos, azt kell mondanom, hogy természetes is, mert még egy családban is előfordul, hogy a gyerek, a mama meg a papa mást akar nézni, vagy hallani. Na most a másik dolog, hogy nyilvánvalóan mit koholt vádakról volt szó, és közben mentek a fellebbezések? Igen, igen. Hát 5 vagy 6 fellebbezést nyújtottunk be, mindet elutasították. Az érdekesség az volt, hogy majd a másik könyvemben azért érek rá a nőkre, mert mindig nők ítélkeztek felettem, nő volt a börtönőr, a pszichológus, a nyomozó, a lelkész, mindenki nő volt körülöttem. És a bírónő, aki meghozta az ítéletet? Hát a legesleg végén is bírónő volt, tehát aki felmentett engem is bírónő volt, illetve hát főügyész volt, először a főügyészség határozatban döntött arról, hogy semmilyen bűncselekményt nem követtem, holott addig a fellebbezéseinkre a válasz mindig az volt, hogy a gyanú terhe nem enyhült, tehát meghosszabbítom. Ezek olyan tragikus élmények, amikor egy ilyen határozatot az ember elolvas, mert azt hiszi, hogy el akarják veszélyteni, hogy innen többé kiút nincs. Tehát ez egy pszichikai, pszichodráma, amelyet nekem le kellett írnom valahogy, levezetnem magamból azt a szörnyű feszültséget, mert megőrültem volna. Nyilvánvaló az első időben ezt nem tudtam megtenni, de aztán kértem papírt, ceruzát, az se könnyű itt kapni papírt, ceruzát, ráadásul kijuttatni a börtönből, amit írtam, azt is nagyon nehéz volt, de macska körömírásokkal leírtam, mert akkora trauma és akkora új élményanyag volt, hogy arra gondoltam, ha én innen nem kerülök ki, azért ezt szeretném, ha megtudná a világ, hogy mi is történik velem, mi is történik itt, mi is történhet egyáltalán, akkor is, ha az ember soha nem követett el semmilyen bűncselekményt. Akkor én nem akarok itt ilyen műfai dolgokba belemenni, de akkor ez tulajdonképpen egy börtönnaplónak is megfelel. Igen, igen, az első része különösen, hiszen ezt az első részt bent papíron, tollal, ceruzával írtam, kijuttattam, és az első 180 oldalt, amikor már kint voltam, akkor az ismerőseim, barátaim javaslatára nyomdailag megjelentettem. A másik dolog, hogy amikor a felmentés megtörtént, vagy a rehabilitálás, akkor utána mi történt? Mert most arra gondolok, hogy ilyenkor elnézést kérnek, aztán annyi, vagy lehet kártérítési pert indítani. Szóval valahogy, ha valaki ártatlanul hónapokat börtönben tölt, utána kiderül, hogy tényleg ártatlan, hát akkor mi? Azt mondják, hogy bocs? Hát körülbelül, mert velem az történt, hogy 6 hónapig ugye a legszigorúbb előzetes letartóztatás legszigorúbb körülményei között voltam, utána 6 hónap lakhelyelhagyási tilalom, és utána mindig jöttek a meghosszabbítások, ez ment 5-6-7 éven keresztül. Igen. Mire a főügyészség úgy döntött, hogy nem találta a nyomozati anyagot egyáltalán, sőt, még koncepciót is emlegetett, tehát leírta, hogy itt nincs bűncselekmény, és felmentett. Na jó, sem de... bűncselekmény, sem én nem voltam bűnös. És utána a határozatban szerepelt, hogy ilyen esetben a törvény biztosít kártalanítási lehetőséget, ezzel én élhetek. És értem Na de is. Ugye nem véletlenül mondtam én ezt a 7-es számot Igen. az előbb, mert itt van megint. Igen. De én most arra gondolok, hogy ezek a hónapok, akárki is van börtönben, mindenféleképpen megviselik. Most arra gondolok, hogy az egészségét is megviselik, szóval akkor megint csak azt tudom mondani, mint az előbb, hogy lejár ez, évek telnek el,
És tényleg bele lehet betegedni, meg igen, minden. És, hát ez és is történt, akkor, is, akkor is azt mondják, ez történt hogy, velem, hogy és semmi. Azért voltam pekhes, ugye, mert nagyon sok idő eltelt, és a törvény szabályai szerint a kártalanítás csak arra az időre vonatkozhat, amíg én a börtönben voltam. Ez összesen 6 hónap. Igen. Tehát az anyagi kiesett jövedelmem, az egészségkárosodásom, mindez csak az a 6 hónap, amit nagyon nehéz volt bizonyítani, hisz a börtönben nekem a börtönorvos nem fogja leírni, hogy nekem halláskárosodásom van, kihullik a hajam, refluxom van, vagy nem tudok fölmászni az emeletes ágyra, de sajnos a törvény ezt biztosítja. Annyiban volt szerencsém, hogy a másodfokon a bírónő empatikus volt. Az első fokon egy fiatal bírót kaptam, aki gyorsan le akarta zavarni a 7 éves történeteket, ő gyorsan le akarta zárni, és a törvény által biztosított minimumot akarta nekem adni, de a bírónő, aki vette a fáradtságot, és bekérte a 20 000 oldalnyi nyomozati anyagot, és belenézett az én bizonyítékaimba, az orvosi papírjaimba, látta, hogy milyen betegségeim keletkeztek, nem fogadta el azt, mint az előző bíró, hogy annyi idő eltelt a börtön óta, hogy én már megöregettem, és a koromnál fogva jöttek a betegségek. Már bocsánat, hogy félbeszakítom Veronika, de tessék. Tulajdonképpen akkor a nőkkel való viszony, ez kiderült. Nyomozók, börtönőrök, bírónők, stb. És ezek után lett a közgazdászból, kényszerből, ha szabad ezt mondanom, először írónő, megjelent ez a könyv, ez a bizonyos Kifelé a sötétségből, de, hogy a szakmánál maradjunk, itt van a másik, asszony a neved, és akkor, ahogy én ezt végignéztem, tulajdonképpen, hát ebben már van fikció is, szóval valakivel megtörténik ez az egész, de talán én jól gondolom, hogy ez inkább egy olyan mű, amivel fel lehet hívni a figyelmet, és éppen a nők figyelmét arra, hogy mi minden történik, vagy történhet velük. Igen. Ugye? Igen, hát a Kifelé a sötétségből az minden szavában a valóság. Tehát ha valaki arra kíváncsi, hogy kivel történhet egy szörnyűség, amiben minden szó igaz, akkor azt elolvassa ezt a könyvet. És a másik? A másik az pedig próbál egy optimizmust találni a női szereplők felsorolásával, mert ahogy mondtam, ugye nagyon sok nővel voltam itt sokáig összezárva, és ebben a történetben egy 52-től 58 éves korig egy 6-8 évet felülelő történetét írtam le egy dolgozó magyar nőnek, akinek rengeteg problémái keletkeznek pont ebben az életszakaszában, amikor közelít a nyugdíjhoz. Anya is, feleség is, de olyan történések jönnek, amiben nincs segítsége, csak magának kell megoldania. Na most természetesen adódik ilyenkor a kérdés, hogy megszületett ez a két könyv, ez éppen 2018-ban. Ez novemberben adtam ki, azért mondom, hogy most egy-két hónapja, persze, nagyon de friss. Hát, hogyha már itt egy nagyszerű írót üdvözölhetünk a Hatos csatorna stúdiójában, hát, akkor én feltételezem, hogy kellene lenni valamilyen folytatásnak, most akár regény, akár önéletrajzi ihletésű, akár nem próza, hanem más. Most hol tart Veronika? Az hát, írói pályán. Hát tervezem a folytatásokat, mert ugye ez az Asszony a neved című könyvben igyekeztem a nőkre felhívni a figyelmet, hogy mennyi kiváló nő volt, van és lesz a történelemben, és sokkal több, sokkal nagyobb szerepet kellene biztosítani nekik, hogy az életünk, a társadalmunk jobb legyen. De most hosszabb ilyen írományokban nem akartam belefogni, hanem rengeteg gondolatom jött, és éppen azért, mert én ugye sokáig pörögtem, nagyon pörögtem, aztán sokáig vissza voltam szorítva. Akkor mi van? Most pedig verseket fogok írni, hát sőt, már írtam is egy jó párat, és ezzel is tervem van, hogy megjelentetem. Egy utolsó kérdés, amire egy mondatban kérek csak választ, mert azt írta Veronika, hogy elgondolkozott azon, benne van a könyvben is, hogyha az Árpád-házi királyok között sokkal több nő lett volna, hát akkor mi történhetett volna a történelemben? Ez visszatérve még a nőkhöz való viszonyra. Hát igen, én erre szeretnék majd egyszer visszatérni, mert sajnos az Árpád-házi királyok között egyetlen egy Máriának tudtak pár év hatalmat adni, és ott csak a férfiak győzedelmeskedtek mindig a hierarchiában. Hát bizony azért írom ebben a könyvben meg, hogy mennyi olyan nő
volt a történelemben, akinek nem is sikerült bemutatnia magát, mivel elnyomták. Hát akkor itt van a válasz a kérdésre, és akkor idézettel kezdtük Márai Sándorral, akkor egy idézettel szeretném befejezni, olvasható szintén a könyvben természetesen, Kokosan erről van szó, aki azt mondta, és ezt tette bele Veronika a könyve, hogy nekünk nőknek szükségünk van a szépségre, hogy a férfiak szeressenek, és a butaságra, hogy a férfiakat szeressük. Nagyon köszönöm. Én köszönöm, hogy ezt választotta a végére, de azért ennél még a nőket többre tartom, na jó, és persze. A jövőben még fogok olyan témákat felvetni, amiben szeretném ezt a témát folytatni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Csak akkor beszéljük meg rögtön az elején, hogy Ágnesnek szólíthatlak, vagy Galagonyának. Amelyik előbb jön. Hát nekem a Galagonya most szimpatikusabb. Legyen Galagonya. Mert csak azért is, mert akkor rögtön meg tudom kérdezni, hogy hogyan lesz valakiből Galagonya. Hát úgy, hogy elnevezi egy ifjúsági színházigazgató. Uh-huh. Ugyanis amikor én végeztem színészként, akkor én azt gondoltam, hogy én naíva leszek, és akkor milyen jó lesz, majd kínálok a színpadon, és akkor mindenki majd engem fog csodálni. Ő pedig azt mondta, hogy hát persze, igen, nagyon szép vagy, nagyon kedves vagy, de holnap egy rendezvényen kell fellépned, ahol bohóc leszel. Na jó, a bohóc, hát, és akkor... Tudom, hogy ez hogy gondolja, hát én azt tudom, mit kell csinálni. De én tudom, mit csinálnak ilyenkor a bohócok. Mit? Lufikat hajtogatnak. Bizony, na, ez volt a következő kérdésem. Hogy mondta, hogy és lufit fogsz hajtogatni. Mondom, mit csinálok? Hát még soha életemben nem fogtam lufit se a kezembe, akkor ezt hogyan? Azt nem baj, van fél órát, hogy megtanult, itt van a lányom, üljél le, gyakoroljál. És másnap mész egy rendezvény, és én álltam, azt mondom, hogy Jézus Mária, hogyan képzeli ezt? És megtanítottak három lufi figurát, és akkor a másnapi rendezvényen jöttek a gyerekek sorra, hogy hát ő cicát kér, ő kutyát kér, ő nem tudom mit kér, és én álltam ott, hát mondom, jó, kérjed, de mondom, kutyát tudok meg, nyuszit, tehát, hogy így innentől kezdve nincs tovább opció. És akkor döntöttük úgy, hogy na ezt lehet nagyon jól is csinálni, úgyhogy főiskolára jelentkeztem, hogy a gyerekeket pontosan tudja, mi hogy működik, mire képesek, mennyit tudnak figyelni, és lufi hajtogató tanfolyamot is elvégeztem, úgyhogy így gyakorlatilag tényleg konkrétan ezzel tudok foglalkozni. Ez nem, most nehogy azt higgyék a drága jó nézők, hogy egy fél óra alatt tényleg ezt meg lehet tanulni, mert azért folytatása is volt ennek. Na most ez rendben van a színeművészet, de mielőtt még a következő kérdést feltenném, amikor már arról beszélünk, hogy hogy lett Galagonya bohóc és szülinapi bohóc, mikor szoktál, vagy megjelentél már egyáltalán valahol nyilvánosan, vagy televíziós csatornán civilben? Nem, soha. Ez az piros első nélkül? Alkalom. Ez az első alkalom. Ó, hát akkor nagyon szépen köszönöm a csatorna nevében is, hogy ezt vállaltad. És akkor most megyünk oda-vissza, hogy sikerült ezt a bohóc hivatást választani? Kényszerből, vagy pedig visszamehetünk a gyerekkorba, mert általában a gyerekek azok, ha idézőjelben mondva rossz gyerekek, akkor össze-vissza ugrálnak, táncolnak, ordibálnak. Te milyen gyerek voltál? Hát én folyton énekeltem. Na. Tehát, hogy így le se tehetett szedni a színpadról. Mindig fönt álltam, csavarogtunk, felléptünk, ide mentünk, népdalversenyek, ilyen versenyek, olyan versenyek. És az, hogy bohóc, az sose volt cél, de az, hogy színpad, az igen. Tehát mindig fogat kell mosni, hogy amikor énekelek, akkor szép legyen a fogam. Aha. Tehát, hogy ezek voltak a motivációk. És a bohócság az ifjúsági színházzal kezdődött. Eszembe se jutott volna, hogy én bohóc legyek. Ugye akkor azt mondtál, hogy akkor tessék. Jó. Igen. Na most azért a bohócság az nem csak lufi hajtogatásból áll, hanem sok minden másból is. És ezt most azért kérdezem, mert ezeket a számokat, a bohóc produkciókat meg is kellett tanulni, ezt te megtanultad valakitől, vagy saját magad is kitaláltál dolgokat? A szemtelenséget azt megtanították, illetve nyilván az alapvető attitűdömből is adódik, hogy egyébként én tudok szemtelen lenni. Tényleg? És felmerem válni. Kicsit néha sikerül.
De hogy a Csák Gyuri volt az Ifjúsági Színháznak a vezető, ez a Trambulin Színház volt, és ő viszont nagyon szemtelen volt, és akkor onnan el lehetett lesni, hogy mik azok a határok, aha, amiben lehet mocorogni, mik azok a megjegyzések, amiket még el lehet sütni, az összes többit pedig az elmúlt 13 év alatt sikerült kigyakorolnom. Nyilván egy felnőtt nő vagyok, tehát tudom, hogyan kell hozzászólni egy férfihez, egy gyerekhez, egy nőhöz. Szemtelen. Anélkül, hogy ebből egyébként pofon vagy bármi lenne. Tehát én oda megyek egy rendőrhöz is jelmezben, és megigazítom a galériát. Az jó. Vagy elmondom neki, hogy miért így parkolsz, miért nem villog a lámpád, és akkor rendet rakok, és nyilván ő mosolyog, vagy valami. De volt, akkor jelmezben is. Persze, ugye? Persze. Mm-hmm. Így civilben nem, ilyenkor nagyon diszkrét és visszafogott vagyok. Amennyire sikerül. Igen. Ugye? Na most ehhez hozzátartozik természetesen a küllem, a jelmez, erről jutott eszembe, és hát valahol azt is meg kellett tanulnod, vagy saját magadon kikísérletezni, hogy egyáltalán milyen a figura fölül, milyen ruha van rajtad, és ugye hát a nézőknek, hogyha a bohócokról beszélünk, mindig eszükbe jut az a ekkora nagy cipő, ami így klappog, 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 akkor a bohóc jelmezt, azt hogy öltötted, vagy öltetted magadra? Hát 13 éve varrattam meg az első bohóc cipőmet, ez a mai napig, igaz, háromszor talpaltattam, de még mindig ugyanaz a cipőm van. Ez a klasszikus, igen, gömbölyű orrú szép cipő. És, bocsánat, hányos lábad van? Hát ez titkos, mert visszakanyolodik a lábujjam, tudod, amikor felveszem, és azért van ilyen bumszli orra. Na igen, jó. Úgyhogy egyébként egy 44-es férfi cipő méret maga a cipő, és ebben tudok vezetni, és hozzáteszem. Tényleg? Tehát így szoktam menni, hogy beülök a kocsiba, és akkor jelmezben érkezem mindenhova. És akkor visszakanyarodva, a jelmezt a saját magunk terveztük, tehát kifejezetten olyan anyagot kerestünk, ami még sehol nincsen, uh-huh, és nem akartunk nemet adni ennek a bohócnak, a galagonyának, hanem azt akartuk, hogy ő egy, ha ránéznek, lehet fiú is, ha ránéznek, uh-huh, lehet lány is. Viszont egy idő után elkezdték a gyerekek mondani, hogy ez fiú bohóc, és hiába mutattam, hogy hát azért vannak olyan jegyeim, amik akárhogy is, de lány, meg a hang is. És akkor rájöttem, hogy nem, akkor galagonya bohóc lány lesz, és akkor ilyen csajos bohóc lett. Uh-huh. A sminket pedig egy turné során alakítottuk ki. Először ilyen, uh-huh, nagy fehér száj volt, igen, pici ilyen kis, csak épp hogy sminkel. Aztán rájöttünk, hogy ez nem jó, akkor nézegettük a világot, hogy milyen bohóc sminkek vannak, uh-huh, és akkor abból választottunk ki egyet, és alakítottuk ki saját arculatra. Többes számban beszélsz, nyilvánvalóan akkor ez nem egy egyszemélyes játék, csak hanem egy vállalkozás. A többes szám mit jelent? Volt párommal alakítottuk, hát gyakorlatilag 13 évig ezt a galagonya bohócot, ő volt az, aki a marketinget vitte, uh-huh, a weboldalt készítette, kezelte a Facebookot. Azt szoktuk mondani, hogy ő volt a back office, én meg a front office, és akkor így egy jó kis kombót alakítottunk. Uh-huh. És akkor, hát... azt hiszem, hogy azzal nem mondok újat, hogy akár egy ilyen vállalkozásnál, akár másfajta vállalkozásnál, beleértve most a színházakat is, tizednéhány év alatt vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. A ti életetekben is volt olyan, amikor ilyen értelemben váltani kellett? Amikor elkezdtük a bohóckodást, akkor a házhoz menős szülinapokkal foglalkoztunk nagyon erősen. Viszont olyan nagy volt a kereslet arra, hogy szeretnének egy saját helyet, ahova nem a lakásba menjünk szülinapozni, hanem mondjuk ők jönnének, aha, hozzánk a vendégséggel, hogy megcsináltuk a játszóházunkat. Ez a válság idején volt egyébként, uh-huh, úgyhogy amikor mások panaszkodtak, hogy nekik nincs semmi, akkor mi olyan szinten dolgoztunk, hogy le kellett magam triplikálni, vagy duplikálni, mert a húgomat is, meg az öcsémet is el kellett küldeni fellépni, mert az annyi, igen, megrendelésünk volt. És ez azt jelenti, hogy egy hétvégén 8-10 rendezvényünk volt. Plusz megnyitottuk a játszóházunkat, ahol ott is adták egymás után a kilincset, úgyhogy nyitni kellett még egyet. Ez volt a felfelé ívelés. És akkor eljött az az idő, amikor rájöttünk, hogy muszáj emelni az árakon, mert egész egyszerűen már nem bírjuk fizikailag azt a sok munkát. Na, akkor meg annyira recsökkent az egész, hogy gyakorlatilag így az éhehalás szélére kerültünk, úgyhogy a végletből végletbe, és akkor belőttük utána már azt a határt, ami mindenkinek jó, és van is fellépés, és megy a játszóház is, de eladták a játszóházat, ugye a fejünk fölül, amit béreltünk, és akkor maradt újra a házhoz menő zsúr, de utána már nehéz volt visszaállni a, igen, házhoz menő zsúrba, meg hát ez az örök pénzkérdés, a marketing, nyáron nálunk uborka szezon van,
Tehát akkor, ha nem teszünk félre évközben, akkor nyáron ihén halunk, mert nincs fellépés, mert ugye nincs szülinap. Így van. Mindenki elutazik, persze, elmegy nyaralni, nem lehet összehívni a családokat. Úgyhogy ezek így nehezek voltak. És akkor ezekben a nehezebb időben azért tudtál mosolyogni is? Mert a lényegből szerintem ez fakadhat. Igyekszem mindig mosolyogni nagyon. Fontos szerintem. A színpadról jut eszembe, az előbb már akartam kérdezni, hogy meg amikor mondtad a különféle fellépéseket, hát nem csak szülinap háznál és játszóházban, hanem én jó magam is láttam falunapokon, olyan falusi rendezvényeken, most a szó legjobb értelmében, ahol az ember ott konferál, jönnek a zenészek, minden, és jönnek a bohócok is. Na most, vagy egy bohóc. Ilyen falunap, azt úgy tudom, hogy te életedben is volt néhány. Van, és nem is egy. Ugye van egy zenekarom, ez a Galagonya Bohóc és zenekara. Hányan vagytok? Öten vagyunk, van xilofon, basszusgitár, a klasszikus főgitár, illetve konga és perka. És énekelsz. És én énekelek, de a fiúk is szívesen részt vesznek a játékban, hogyha úgy adódik. Ezek interaktív koncertek, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy nem egy ilyen gügyögős, hanem maga a dal az, ami interaktívá tesz, és a szülőket és gyerekeket is bevonja. Ki írja a dalokat? Én. A zenét is? Van, amelyik dal nála én írom, de amikor úgy ihletet kapok, de egyébként a fiúkra szoktam rábízni a hangszerelést. Milyen hangszeren játszol? Furujázni tanultam, de nem, inkább én ilyen lalalázós vagyok, és akkor a fiúk meg hozzáteszik a dallamot. És mert manapság ezt meg kell kérdezni, mindenféleképpen a zenekart lehet látni, akár valamelyik YouTube-on videót itt-ott-ott, hanghordozó, akár CD, akár valami. Van gyereklemezünk, ez az első gyereklemezünk, ezen 11 dal van. Egy olyan dal van, ami nem a mi szerzeményünk, ez a Pierónak a Sírni látod a bohócot című dala. Erre olyan büszke vagyok, mert a Jazzy Rádió is játsza. Úgyhogy én énekelem, és akkor a Jazzy Rádió játsza. És azt mondta a Piero, hogy kérdeztem, hogy feldolgozhatjuk-e más dalát is, hogy hát ki más dolgozhatná fel, hanem a Galagonya Bohóc a bohócos dalaival. És akkor hát majd az a lemez egyszer csak elkészül, de vannak közben olyan projektek, amire írunk dalokat, ilyen például az Országos Jégkorong Szövetségnek a minden évben megrendezésre kerülő szupermini és miniligája. És akkor ilyenkor a gyerekeknek írtam egy csúszkadalt, ami a jégkorongról szól, arról, hogy milyen egy barátságos játék, és hogy néznek ki azok az óriási bőröndökkel, ütőkkel, ahogy közlekednek. Hát végül is ők is jelmezben vannak, és abszolút, az arcuk előtt az arcvédő. Igen, igen, de nagyon édesek, és nagyon jól sikerült a dal is, úgyhogy a csúszkával most voltunk egy jótékonysági rendezvényen is, ez a Gurulja jégre, amikor kerekesszékes gyerekekkel mennek a jégre végül, mert végre igen, lehet nekik is, és akkor ott léptünk fel ketten. Így utolsó kérdésként, mert nyilvánvalóan nem lehet mindenkinek és mindig ugyanazt nyújtani. Nyilván változik egyrészt a programod, vagy a programotok, másrészt pedig a fellépések összetétele. Most, hogyha visszagondolsz arra, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt Tibóc, lány, igen, vagy pedig most, akkor van még olyan, ami visszaköszön, és olyan, ami mondjuk akkor nem volt? Hát akkor én abszolút a dráma, a pedagógia irányából közelítettem a szülinapokat, rengeteget játszottunk, nem voltak éneklések, max a végén a szülinapi dal, amit mindenki elénekel. Csak aztán jött egy kereslet, hogy Galagonya, nem tudta énekelni, hát olyan szépen énekled ezt a dalt, nincsen neked saját dalaid, és akkor, de van, hát végül is legyen. És akkor írtunk egy-két dalt, akkor azzal jártuk a világot, akkor, de nincs még esetleg, nem lehetne ebből koncertet csinálni, de lehetne végül is, jó. Úgyhogy kialakult a koncert, és akkor most már a szülinap az úgy néz ki, hogy egyrészt lehet bábműsort kérni, bűvészműsort, ugye az fontos, igen, hogy ez a 3 és 7 éves korosztály a mi piacunk, és egy fél órás koncerttel már elmegyek a szülinapra is, és akkor ez mellette igen, lufit hajtogatok, arcot festek, úgyhogy egy ilyen gladiátorként mindent elintézek. Utánpótlás van? Nincs. Mármint, hogy a kislányom jó lenne, hogyha folytatná ezt a dolgot, de attól félek, hogy ő inkább balerina lesz, mint bohóc. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor gyerekek, felnőttek nevében is nagyon sok sikert. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézők, hideg van, hóborítja Európát, meg nálunk is itt a tél, és tudjuk, hogy ilyenkor sapka, sál,
no meg kesztyű, vagyis a kézre felhúzva viselt ruhadarab, amit az emberek már az ókorban is használtak, védve kezüket a hidegtől. De vajon mióta is létezik kesztyű? Hát kérem szépen, az ókorban használt kesztyű az körülbelül olyan volt, mint a mai egyújas kesztyűk, és ennek bizonyítéka, hogy már Homérosz az Odüsszeában, ez körülbelül az időszámításunk előtti 8. század, említést tesz a kesztyűről, csak úgy, mint a rómaiak. Aztán például az egyiptomiaknál ékszergyanánt szolgált, amint ezt bizonyítja a Tutanhamen fáraó sírjából előkerült lelet. Ez az időszámításunk előtt 14. században volt, és aztán a nyugat-európai királyi udvarokban, amikor megjelent, akkor leginkább főpapi ornátus tartozékaként tartották számon, mert hogy így a hatalom, a méltóság és a gazdagság jelképe volt. Aztán később a 11.-13. században már mindenfelé elterjedt, és eljutottunk már is a 16. századig, amikor első Erzsébet angol királynő hímzett, ékszerekkel díszített kesztyűkben jelent meg. Aztán ugye hát a filmekből ismert a lovagi tornákon is viseltek a páncélos lovagok ilyen páncélos kesztyűt, persze azért az nem törte fel a kezüket, mert belül finom bőrrel voltak kibélelve ezek a kesztyűk. A reneszánsz korban már divatról is lehet beszélni, mert hogy akkor a kesztyű a jól öltözöttség nélkülözhetetlen kelléke volt, és aztán a 16.-17. században már mindenhol elfogadott volt, és egységes mértékrend szerint készültek, tehát nem csak úgy mindegyik egyforma, hanem már kézre szabták. És hát természetesen azokban az országokban erősödött meg, illetve fejlődött és alakult ki a kesztyűipar, amely országokban nagyszerű és megfelelő minőségű bőr állt rendelkezésre. Franciaországot azért hozom szóba, mert a 17. században a legszervezettebb és legtöbb munkást foglalkoztató kesztyűipar éppen Franciaországban volt, Párizsban, meg még jó néhány városban, és ott született meg a találmány. 1867-ben ott, tehát Franciaországban készült el az első kesztyű varrógép. Aztán elindult a kesztyű világhódító útjára. Skóciában nagyon híresek voltak a kesztyűsök, Írországban bárányből kesztyüket készítettek, és a londoni kesztyűsök cégét már 1501-ben bejegyezték, és folytatódott a diadalút Csehországban, Ausztriában, Itáliában, és még az Egyesült Államokba is eljutott, ahol 1760-ban letelepedett egy skót kesztyűkészítő, és hát mindenkit megtanított a kesztyű készítésére. Na de hát Magyarországon vagyunk, legyen Magyarország is, mert hogy nálunk a kesztyűkészítés története még a céhek világába nyúlik vissza, mert hogy Pécsett 1861-ben kért és kapott iparengedélyt Hammerli János, aki aztán felépítette üzemét, beindította a kesztyűgyártást, és 1895-ben bekövetkezett halála után fiai, leszármazottai vitték tovább a céget, olyannyira, hogy hatalmas méreteket öltött az akkor már pécsi kesztyűgyár, és mindenhová a világba szállítottak, még az Egyesült Államokban és Japánban is vásárolták a termékeiket, óriási mértéket öltött a termelés, ehhez csak egy adalék, aztán a későbbiekben 1990 és 96 között az orosz piac virágkorát élte, és hatalmas mennyiségű terméket vásárolt fel Magyarországon készpénzért. No kérem szépen, szerencsére a magyar kesztyű ma is világhírű, és világkorát éli, és védi kezünket a hidegtől. És ebben a havas téli időben azt hiszem még hóembert építeni, és hógolyózni is sokkal kellemesebb egy nagyszerű kesztyűben. Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.